Megemlékezés november 4-én a Nemzeti Gyásznap alkalmából. A Kucorgó téren található Nemzetőr emlékszobornál az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tiszteletnek a megjelentek. Könyvbemutatóval egybekötött találkozót tartott az Asher Oszkár Színház a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Az esemény keretében a teátrum első 57 évét összefoglaló kötetet mutatták be, Míves bohóckodásaink címmel. Így bringázik Magyarország 2022. Reprezentatív felmérést készített a Magyar Kerékpáros Klub, amelyből kiderül, hogy hazánk, mint biciklis társadalom, európai viszonylatban a harmadik helyen áll. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. 2016-ban a Kucorgó téren avatták fel az ország első Nemzetőr emlékszobrát, melynek környezetében idén 7. alkalommal szervezett megemlékezést Rákosmente önkormányzata, a Rákoskerti Polgári Kör és a Rákosmenti 56-os Alapítvány Nemzeti Gyásznapunkon november 4-én. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 66. évfordulója alkalmából a jelenlévők a hajdani összecsapásokban résztvevő nemzetőrök előtt is tisztelegtek. Az eseményen Dunai Mónika, országgyűlési képviselő, Horváth Tamás polgármester, dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek, valamint Válóci István, egykori 17. kerületi nemzetőr egyaránt jelen voltak. A himnusz közös eléneklésével vette kezdetét az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 66. évfordulója alkalmából rendezett esemény november 4-én. Ezt követően a megjelentek az idén február 27-én életének 87. évében elhunyt Szabó Attiláról, egykori 17. kerületi nemzetőrről néma főhajtással emlékeztek meg. A rendezvényen Gyarmati Károly nemzetőr ezredes, Tamási Lajos Piros a vér a Pesti utcán című versét szavalt el az egybegyűltek előtt. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kit lövetsz? Vitéz lovag nemzetes Tarnai Kis László nemzetőr altábornagy beszédében kiemelte, hogy a magyar történelemben a nemzetőrségnek kétszer volt igazán kiemelkedő szerepe. Először 1848-49-ben, amikor elfogyott a hadsereg, így a munkások és a fiatalok egyenruhát öltöttek, fegyvert fogtak és harcra késztették az ellenséget. Ez a szervezet volt az alapja a későbbiekben kialakuló Magyar Honvédségnek. Aztán 1956-ban, amikor a katonaság, a rendőrség szétszaladt, és az egyetlen ütőképes rendfenntartó erő a magyar nemzetőrség volt, akinek még uniformisa sem volt, csak egy karszalagja, meg egy dióverő puskája, és azzal mentek neki a szovjet tankoknak. Hát nyilván ez olyan, mint a cigánylova, még neki megy a saroknak, hogy nem vak, csak bátor. De örökké a szívünkben érezzük a hősiességüket. Drágáim, hogy mi a mi feladatunk? Hát békeidőben hál' Istennek az, hogy szépen fölvegyük az uniformisunkat, és itt megadjuk a tiszteletet. Ne tudjuk meg, hogy háborús helyzetben mi lenne a mi feladatunk, de alapvetően a nemzetőr, azt mondjuk, hogy a National Guard of Hungary, vagy Hungarian National Guard, tehát mit jelent az, hogy őrzünk valakit, valakiket őrzünk, hogy a gárdista mindig őriz. Kit őriz? A nemzetet őrizzük, a nemzet polgárait, tehát elsősorban a polgári lakosság védelmi feladatunk. A folytatásban Zsuzsa Mihály énekes dalszerző, Demjén Ferenc Kell még egy szó című dalát adta elő. Száj, száj, sólyog szárnyán, három hegyen túl. Száj, ott várok rád, ahol véget ér az út. Válóci István nyugállományú mérnök, dandártábornok, egykori Rákos Csabai nemzetőr is tiszteletét tette az eseményen, a jelenlévőköz pedig a következő szavakat intézte. Gyászolunk, ugyanakkor ebben is meg tudjuk találni az örömöt, és az örömben is találunk gyászolnivalót. Mint kitért rá, a Király Béla nyugalmazott vezérezredes kezdeményezésére életre hívott 1956-os nemzetőrség hagyományápoló tanácsának elnökeként megerősítheti
Az egyik legfontosabb feladatuk, hogy a jövő generációinak számára is megőrizzék a harcokban résztvevő hősök emlékét és az általuk táplált eszmeiséget, melynek a legfőbb mozgatórugója a szabadságvágy volt. Voltak olyanok, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül megőrizték ezeket az eszméket. Azért, hogy én most itt szót kértem, többek között az az oka, hogy a Rákoscsabai nemzetőrségen ott, aki tudja, hogy a Piskó vendéglő az hol volt, az ottani november 4-én kirobbant, spontán módon kirobbant tűzharcnak az emlékét is, mivel ebben nemzetőrök közül is volt, aki ténylegesen belekapcsolódott, volt, akit a bíróság ítélt úgy, hogy ő is részese volt neki. Megőrizték ezt az eszmeiséget, megőrizték a szabadság iránti vágyat, amiért sokat, évtizedeket kellett várni, és utána most már évtizedek óta próbálunk élni ezzel a szabadsággal. Válóczi István tiszteletbeli nemzetőrnek fogadta, és nemzetőr jelvénnyel tüntette ki Németh Lajosnét, vagy ahogyan sokan ismerik, Lidi nénit, aki fáradhatatlan és kitartó munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a Rákoscsabai nemzetőrség hagyományai fennmaradjanak. Németh Lajosné a kitüntetés átvételét követően felidézte, hogy a Rákoscsabai születésű férje 1956-os sorkatonaként nemzetőr volt, és szolgálata teljesítését követően 60 kilométer gyalogolt hazáig, Rákosmentéig. Október 28-án ért Rákoscsabára, és jelentkezni kellett nekik, mert sorkatona a nemzetőr parancsnokságon, és a Mikla László volt a nemzetőr helyettes parancsnok, és azt mondta, hogy betelt a létszám itt Rákoscsabán, és átvezényelték Rákosligetre katonatársával együtt, és ott idős András Károly, az ilexes András Károlynak az édesapja volt a nemzetőr parancsnok, és ott teljesített szolgálatot a férjem 28-ától egészen november 4-én délután 5 óra felé jövett haza a sugárúton, nem azon az úton ment haza, a Rákospatak vagy a Szabadság sugárúton jött föl, hanem a Rákospatak partján, és hogyha ő ott jön föl, akkor én ma nem vagyok Németh Lajosné, mert ő is katonaruhába, úgy, mint ahogy nagyon sokan, ártatlanul ellettek ítélve. A szobor talapzatánál a hajdani harcostársak nevében Válóczi István, valamint Szelepcsényi Árpád 17. kerületi kötődésű egykori nemzetőrök, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 17. kerületi szervezetének nevében Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, Rákosmente önkormányzatának képviseletében Horváth Tamás polgármester, dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek, Vitéz Bacsó Ernő altábornagy, az országos gróf Battyányi Lajos Nemzetőr Szövetség nevében, majd a megjelent önkormányzati képviselők, a Rákosmenti 56-os alapítvány és a Rákoskerti polgári kör tagjai helyezték el az emlékezés virágait. Az esemény a szózat, valamint a székely himnusz közös eléneklésével zárult. Ne hagyd elveszni erdét, Istenünk! Az esti órákban a Pécsely út és a Szabadság sugárút kereszteződésénél lévő kopjafánál folytatódott a megemlékezés, amelyen Horváth Tamás polgármester is részt vett. Innen gyertyás menet indult az Árpádházi Szent Erzsébet templom falán elhelyezett emléktáblához. Sarkadi Nagy Adrien, az Újlak utcai általános iskola intézmény vezetőjének beszédében mindenkit emlékeztetett arra, hogy óriási bátorságról tettek tanúbizonyságot azok a rákoscsabai ifjak, akik felvették a harcot a túlerőben lévő szovjet elnyomókkal szemben. A hagyományokhoz híven átadásra került az emlékzászló is, amelyet az Újlak utcai általános iskolától átvéve egy teljes esztendőn át a Podmanicki János evangélikus óvoda és általános iskola fog megőrizni. Végezetül a templom falán található emléktáblánál
Halász Dezső, valamint Kovács István és dr. Fahed Gergő önkormányzati képviselők helyeztek el koszorút. Könyvbemutatóval egybekötött találkozóra került sor november 5-én a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Az eseményen az Asher Oszkár Színház korábbi és jelenlegi társulati tagjai egyaránt részt vettek, és közösen emlékeztek Szeifnerné Csetényi Anikóra, a teátrum alapítójára. A rendezvény keretében továbbá bemutatásra került a Míves bohóckodásaink az Asher Oszkár irodalmi színpadtól az Asher Oszkár Színházig című kötet is, amely dokumentumokon és fotókon keresztül kronológiai sorrendbe foglalja össze a teátrum első 57 esztendejét. Az ünnepséget Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, dr. Füzesi Péter alpolgármester, illetve több önkormányzati képviselő is megtisztelte jelenlétével. Korábbi és a jelenlegi társulati tagok részvételével tartott találkozót november 5-én az Asher Oszkár Színház, a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Az esemény több szempontból is különlegesnek ígérkezett. A teátrum néhai alapítója Szeifnerné Csetényi Anikó idén lenne 85 éves, mindemellett a rendezvény keretében mutatták be a Míves bohóckodásaink című kötetet is, amely kronológiai sorrendben foglalja össze a színház első 57 esztendejét 1964-től kezdődően. Dunai Mónika Rákosmente országgyűlési képviselője ünnepi beszédében kiemelte, az elkészült kiadványban a múlt és a jelen egybeolvad, a kötet az irodalmi színpadi kezdetektől, a színházi létformáig vezető hosszú és emlékezetes utat tárja az olvasók elé. Ez a könyv is az utódok, a szellemi örökösök elkötelezettségének, kitartó és alapos munkájának köszönhető. Köszönet mindenkinek, aki hozzátette a maga részét ennek a műnek a megszületéséhez. Köszönet Tímár Tibornak, az Asher Oszkár Színház művészeti vezetőjének, aki előbb Csetényi Anikóval együtt, majd 2005-től egyedül vezeti az Asher Színházat. Ezt a könyvet lehet helytörténeti tanulmánykötetként, kordokumentumként, színháztörténetként és tanulmánykötetként olvasni. Értékes, fajsúlyos és hiánypótló mű úgyis. Ezt követően dr. Füzesi Péter alpolgármester szólt a megjelentekhez, és a teátrumnak a 17. kerületben és az annak határain kívül betöltött szerepéről, valamint a társulat és a közönség közötti családias légkör jelentőségéről beszélt. Én különösen nagyra értékelem ennek a színházi társulatnak a munkáját, hiszen nem beszéltünk egy nagy társulatról, vagy egy nagyon gazdag, jól menő színházról, de ez kitűnő példa minden rákosmenti közösség számára, hogy nem kell nagynak vagy gazdagnak lenni, hanem elég a kitartás, az odaadás és az elhivatottság, és ma is ennek köszönhetjük azt, hogy évadról évadra élvezhetjük a színháznak az előadásait. És azt gondolom, hogy ennek a színháznak van egy különleges csodája. És ez a csoda a családias légkörben mutatkozik meg, hiszen a közönség és a színészek nagyon közel ülnek, karnyújtásra ülnek egymástól, vagy vannak egymástól, és egy olyan szimbiózist hoz létre a közönség és a színészek között ez a közeli kapcsolat, amely szerintem nagyon kevés helyen tapasztalható meg. Az ünnepi műsor részeként a társulat tagjai, Fresh Gábor versel, Littai Fanni, Madarász Vanda és Schubert Kati a Nő háromszor című irodalmi műsorral, továbbá Hegyi Norbert és Jós Tamás az Átlátszó víz legyen című előadással lépett színpadra, valamint Sándorfi Bencével kiegészülve a Sok szép kis jelen című produkcióból adtak elő részleteket. Mielőtt még én magával meginnék egy kupicával, engedjen el kis időre, hadd feküdjek rá egy kőre. A rendezvényen Lukács Klára beszélgetett egyebek mellett a kötet létrejöttéről Balogh Papp Krisztina tipográfus képszerkesztővel és Tímár Tibor művészeti vezetővel, a könyv szerkesztőjével, írójával, aki elmondta, a Míves bohóckodásaink című kiadvány egyaránt szól a mindenkori társulati tagoknak és a nagy közönségnek is. A régi asarosoknak egy nosztalgiázás, a mostaniaknak vagy az újabbaknak a gyökerek megismerése,
és úgymond a nagy közönségnek pedig, hiszen a nagy közönség is a regisztráció után kaphat majd később ebből a könyvből, nem csak a jelenlegiek, akik itt átvehetik a könyvet. A nagy közönség számára pedig mindenkinek, aki a színházat szereti, színház szerető közönség, és nem utolsó sorban hadd legyünk egy picit szerénytelenek, nyomot szeretnénk hagyni az utókornak, és eljutatni a Színház Történeti Intézetbe, a Széchenyi Könyvtárba, a, nem is tudom mi a mostani neve, a Nemzeti Művelődési Intézet, talán NMI-be, a 17. kerületi helytörténeti gyűjteménybe, a kerületi Szabó Ervin könyvtár fiókjaiba kölcsönözhető is lesz, szóval egy kicsit nyomot hagyni. A folytatásban Klein Marianna, a Vigyázó Sándor Művelődési Központ igazgatója pohárköszöntőjében utalt rá, a színház 57 évét felölelő kötetnek mind a 466 oldala a társulat kezében lévő hatalmas örökséget jelzi. Én azt gondolom, hogy akik a mai találkozón itt vannak, itt vagytok, ti asárosok, ti vagytok tulajdonképpen ennek a könyvnek a lapjai, hiszen minden oldalról ti köszöntök vissza, vagy a fotók formájában, vagy a szöveg formájában. Én még csak 9 éve ismerem az Asár társulatát, de azokon az eseményeken, társulati üléseken, előadásokon, amiken részt vettem, ott rendre azt tapasztaltam meg, hogy ez egy nagyon-nagyon összetartó közeg, akiket ezer szállal köt össze mindenféle régi élmény, emlék, és azt gondolom, hogy ehhez mindenféleképpen gratulálnom kell, mint ahogy a könyvhöz is Tibornak, és mindazoknak, akik ennek a szerkesztésében részt vettek. Az eseményen több 17. kerületi önkormányzati képviselő is tiszteletét tette. A rendezvény a bemutatott könyvújdonság tisztelet példányainak átvételével, valamint kötetlen beszélgetéssel zárult. Az Asár találkozóról készült bővebb összefoglalónkat nézőink a november 11-i Kaleidoszkop című magazin műsorunkban láthatják majd. Így bringázik Magyarország 2022 elnevezéssel készített reprezentatív felmérést a Magyar Kerékpáros Klub 3000 fő bevonásával. A cél az volt, hogy a lakosság részletes képet kapjon a hazai biciklis szokásokról. Az Aktív Magyarországért államtitkárság támogatásával megvalósult kutatásból kiderült, hogy az országban a délalföldi régióban számít a legkedveltebbnek ez a közlekedési forma, valamint hogy a magyarok 40%-a legalább heti rendszerességgel kerékpározik. A Magyar Kerékpáros Klub 2018-ban indította reprezentatív felmérését, melynek célja, hogy a lakosság minél közelebbi képet kapjon az itthoni bringás viszonyokról. A két évente megvalósuló kutatássorozat olyan kerékpárhasználati szokásokra is kitér, ami által kiderül, hogy Magyarország két keréken közlekedő társadalma hol helyezkedik el Európa többi országához képest. Az Aktív Magyarország államtitkárság támogatásával létrejövő tanulmány idén 3000 fő bevonásával készült el, és mint kiderült, hazánk dobogós helyen áll a kerékpáros mezőnyben. Ahogy a kutatásban is kiderül, Magyarországon a harmadik legbringásabb ország a Európában 16% elsődlegesen kerékpárral közlekedik, ami sokaknak meglepő lehet, a döntéshozóknak is, és hogyha ezt felmérésekkel tudjuk bizonyítani, akkor sokkal inkább kedvet tudunk csinálni ahhoz, hogy az önkormányzatok is az állam támogassa a kerékpározást. A Magyar Kerékpáros Klub célja, hogy a fővárosban, illetve a nagyvárosokban továbbfejlődjön a biciklis infrastruktúra, valamint hogy a lakosság nagyobb arányba válassza ezt a közlekedési formát, mondta el Fazekas Samu kampányfelelős. Magyarországon inkább a vidéken elterjedt a kerékpározás, és minden kisebb a települések, annál elterjedtebb a kerékpározás, míg a legnagyobb kerékpáros nemzetekben, például Dániában és Hollandiában ez pont fordítva van, a városokban van, mondjuk Kopenhágában az emberek fele jár kerékpárral munkába, míg Budapesten ez nagyjából ilyen 5-6% körül lehet. Szóval Magyarországon pont fordítottak a trendek, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy mindenképpen tenni kell azért, hogy például a Dél-Alföldön, ami Magyarország legbringásabb régiója, nehogy ez megforduljon, ez a tendencia. Szeretnénk, hogyha a városok fejlesztésével együtt a vidéken is megmaradna ez a magas kerékpározási arány. A kerékpárhasználók közelfele úgy érzi, hogy a két keréken való közlekedésre alkalmas utak számát, állapotát tekintve kedvező változások zajlottak le az elmúlt 10 évben. A lakosság fele szerint szükség lenne arra, hogy módosítsák a kreszt annak érdekében, hogy ez a gyalogosok és a bringások számára az eddiginél biztonságosabb legyen.
Egyebek mellett a kutatás rámutatott arra is, hogy a magyarok 40%-a legalább heti rendszerességgel szokott kerékpározni. Rákosmente városvezetése is kiemelten fontosnak tartja, hogy minél több helyi lakos használja rendszeresen bicikliét, hiszen a 17. kerületben több kiépített kerékpáros útvonal is megtalálható. Ennek a jó adottságnak köszönhetően már 8-szoros kerékpáros barát címmel is büszkélkedhet a kerület. Az Egészséges Budapest program egyik legnagyobb fejlesztésének számító, több mint 8 milliárd forintból felépült kőbányai szakrendelő november 8-án hivatalosan is nevet kapott. Az 5500 négyzetméteres intézetet Kerkovics Gyuláról, az egyik legnagyobb hatású magyar kardiológusról nevezték el. A szakrendelő bejáratánál felavatott, a névadó Kerkovics Gyuláról készített domborbű Törlei Mária szobrászművész alkotása. Az enyhébb októbert követően a novemberi időjárás egyre inkább tükrözi az évszak jellemző sajátosságait, azonban így is sokan késleltetik a gépjárművek nyári abroncsainak cseréjét. A szakemberek javaslata szerint, amikor az átlag hőmérséklet 7 Celsius fok alá csökken, érdemes téli gumira váltani, ugyanis azok magasabb szilikát tartalommal rendelkeznek, így a hideg aszfalton sem válnak merevvé, rugalmatlanná és nem veszítenek a tapadásukból. Az elmúlt évek során tapasztalható enyhe őszi időjárás következtében a téli gumik felszerelése rendszerint novemberre toródik ki. Az idei esztendőben azonban vannak olyan további tényezők, amelyek arra ösztönözhetik az érintetteket, hogy még későbbre halasszák a cserét. Egy az, hogy az árváltozások miatt ugye nagyon felmentek az árak, mint a magánéletben is, mint ahogy tudjuk. Ugye nem tudjuk, hogy az energiaválság mit okoz, mit fog hozni, tehát jönnek, de nem úgy, ahogy kellene. Az ilyen jellegű időhúzás azonban nem csak a környezetünkre, de saját testi épségünkre is veszélyt jelenthet. A balesetek nagy százalékát ugyanis a megnövekedett fékút okozza. A szakértő emellett felhívta arra is a figyelmet, hogy ajánlott a gépjárművünket egy teljes átvizsgálás keretében felkészíteni az előttünk álló hidegebb időszakra. Amikor mi gumit cserélünk, általában megnézzük a féktárcsa fékbetétnek a minőségét, akkor ugye utána látjuk a világításokat is, ugye általában, mert hogyha sötétben jönnek, akkor látjuk, hogy ég vagy nem ég a lámpa, de az ablakmosó folyadék, a fékfolyadéknak a megvizsgálása, hogy bizonyos fok felett ne forjon, tehát ezek mind hozzátartoznak, és ugye a hűtőfolyadék is, ami nem elveszendő dolog, azt is meg kéne nézni. Azok számára, akik mostanában szeretnének gumiabroncsot vásárolni, nagy segítség lehet az a 2021. május 1-től életbe lépő uniós rendelet, amely kötelezi a gyártókat arra, hogy energiacímkéken lássák el a forgalomba kerülő autógumikat. A matricán amellett, hogy egységes besorolást ad a műszaki jellemzőkről, egyaránt feltüntetik a vizes felületen történő tapadás, valamint a külső zajkibocsátás mértékét is. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Az influenza elleni védőoltások elsődleges célja az egyéni védelem kialakítása, így különösen ajánlott azok számára, akiknél az ilyen jellegű fertőzés vagy az ahhoz társuló szövődmények nagy rizikófaktort jelentenek. A kormány az elmúlt évekhez hasonlóan az oltóanyagot a kockázati csoportba tartozók számára idén is térítésmentesen biztosítja. Az 1,3 millió vakcina kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz ezekben a napokban fejeződött be, így az influenza szezont megelőzően már lehetősége van az érintetteknek az oltakozásra. Október 28-án fejeződött be az idei esztendőben az influenza elleni oltóanyagok kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz, így ettől a héttől már az ország egész területén rendelkezésre áll a vakcina. Emelte ki dr. Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 1,3 millió adagnyi térítésmentesen hozzáférhető vakcinát biztosít a kormány az érintett kockázati csoportba tartozóknak. Az
az influenza fertőzés szempontjából tulajdonképpen két nagy kockázati csoportot tudunk megkülönböztetni. Az egyikbe azok tartoznak, akik ha megbetegszenek, náluk egy súlyos lefolyású szövődményes influenza alakulhat ki. A másik csoport pedig azok, akik az influenza fertőzés átvitele révén veszélyeztetnek. Ők az egészségügyi dolgozók és az ápolás gondozást nyújtó egészségügyi szociális intézmények dolgozói. Az igazi kockázati csoportba tartozók a krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, gondolok itt például az asztmás betegekre. Aztán a súlyos elhízás vagy neuromuszkuláris betegség miatt csökkent légzés funkciójú betegek, szív-érrendszeri betegségben szenvedők, aztán a veleszületett vagy betegség, illetve kezelés révén szerzett immunhiányos állapotú betegek. A szakértő kiemelte, az oltás felvételétől számítva két hét szükséges az immunitás kialakulásához. Bár az elmúlt évek során a koronavírus járvány háttérbe szorította az influenza megjelenését, az idei szezonra vonatkozólag nehéz előzetes jóslatokba bocsátkozni a jelenséggel kapcsolatban. Vannak azonban olyan tényezők, amelyek a fertőzés elterjedésének mértékét jelentősen befolyásolhatják. Annyit lehet becsülni tulajdonképpen, hogy egy nagyobb influenza aktivitás várható. Pontosan azért, mert az elmúlt két évben szinte alig volt influenza vírus cirkuláció. Ebben az évben mindenféleképpen több betegre, illetve több vírusra számítunk. Az, hogy ennek a mértéke milyen lesz, nagyban függ attól, hogy milyen vírusok fognak keringeni, és mekkora lesz az emberek közötti kontaktus, mert tulajdonképpen azért volt az elmúlt időszakban elég kevés az influenza, mert nem voltak utazások, és az emberek távolságot tartottak, maszkot hordtak. Ebben a Rákoshegyi háziorvosi rendelőben már második hete érhető el a védőoltás. Mindez ideig már közel 100-an éltek a lehetőséggel, hogy ezt beadassák. Dr. Antalics Gábor elmondta, a klasszikus influenza szezon a tél első hónapjaitól számítva egészen március elejéig is eltarthat. Fontos, hogy mindazok, akik a jól ismert tüneteket észlelik magukon, mihamarabb forduljanak orvoshoz. Hirtelen kezdődő magas láz, a köhögés, a letaglózó erős fáradékonyság, izomlásszerű fájások, ízületi fájások, és hát természetesen a náthás tünetek. A háziorvos rámutatott, amellett, hogy a védőoltás felvétel egy közös társadalmi felelősségvállalás, az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és a halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja is egyben. Nagyon fontos az úgynevezett fészekimmunitás, amikor vannak ugye olyan egyének, akik mégsem kaphatják meg a védőoltást, mondjuk túl kicsi gyerek van, esetlegesen éppen egy zajló kemoterápiás kezelése van valakinek, ami esetleg kontraindikálja az oltást, de itt úgy tudunk védekezni igazándiból a járvány ellen, hogy azok a környezetben lévő egyének megkapják az oltást, és akkor ezáltal ők nem tudják megfertőzni azokat, akik igazándiból veszélyeztetettek. A vakcina beadása azoknak is javasolt, akik nem jogosultak a térítésmentes védőoltásra. Számukra az oltóanyag orvosi rendelvényre a gyógyszertárakban megvásárolva beszerezhető. November 4-én ismét megrendezték a Nyugdíjas Szabad Egyetem elnevezésű programot a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A szépkorúaknak szóló közismereti előadás sorozat őszi évadának keretében ezúttal Bajor Zsuzsanna dietetikus nyújtott tájékoztatást a megjelenteknek a szív- és érvédelem jelentőségéről. Ismét a kerületben élő szépkorúakat várták a szervezők november 4-én a Vigyázó Sándor Művelődési Központ előadó termébe. Idén ősszel ugyanis újfent elindult a Nyugdíjas Szabad Egyetem soron következő évada. Ezúttal Bajor Zsuzsanna dietetikus nyújtott tájékoztatást a megjelenteknek, a szív- és érvédelem jelentőségéről, valamint a hasi elhízás megelőzésének módszereiről. Az előadást is próbáltam úgy kidolgozni, hogy főleg azokról az alapanyagokról beszéljek, vagy nyersanyagcsoportokról, amik ajánlottak. Nagyon-nagyon sok nyersanyag, alapanyag van, ami kifejezetten támogatja a szív- és vérrendszerünket. Hát ugye a zöldségek kategóriáján belül is vannak kifejezetten dobogós helyűek, vannak az olajok, nagyon fontos lesz majd beszélni a zsiradékokról, a húsokról, tejtermékekről.
de tulajdonképpen a vegyes, változatos és egészséges, tehát az otthon készített ételek az igazán jó. A dietetikus továbbá hozzátette, a szív- és érvédelem szempontjából a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozás fenntartása mellett gondot kell fordítani a rendszeres testmozgásra, valamint oda kell figyelni a pihenéssel töltött időre is. Fekete Ágnes művelődés szervező elmondta, a Vigyázó Sándor Művelődési Központ 2016 óta szervez programokat a 17. kerületi időseknek. Az intézmény egyebek mellett nyelvi és számítógépes klubok létrehozásával, valamint ismeretterjesztő előadások megtartásával teremti meg a lehetőséget a szépkorúak élethosszig tartó tanulásához. Az előadás sorozatokat általában úgy építjük fel, hogy van egy kulturális, évadonként ugyanis három-három előadás fér bele, tehát van egy kulturális, egy olyan ismeretszerzési előadó szakértő előadása, mint például korábban volt a technikai, informatikai eszközök az idősek szolgálatában, illetve egészségmegőrzéssel kapcsolatos, fizikai, mentális egészségmegőrzéssel kapcsolatos témakörben. A december, amit említettem, ez mindig rendhagyó, ez egy ajándékműsor a kerületben élő nyugdíjasok és a Szabad Egyetem részéről. A Nyugdíjas Szabad Egyetem legközelebb december 2-án várja az érdeklődőket, akkor az érintett korosztály tagjai az adventi időszakhoz kapcsolódóan egy ünnepi zenés műsort tekinthetnek meg Kis Kamilla énekesnő és Lőrinc Árpád zongora művész közre működésével. A Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!